1 és 1, 2. Megy a másik is? Meglepett, mert nagyon hirtelen volt, két nap alatt tudtuk meg, és másnap el is engedték, teljesen sok vasárnapokat került az egész nemzet. Szerintem a közösség az hogyan reagált, mennyire tartottok össze, mennyire tudod az ő reakciókat? Hát nem tudom, hogy az interneten figyeltem, de nagyon összetartunk, és teljes mértékben együtt vagyunk a fájdalomban. Bocsánat, Örményország. De majd befosztam, rajta van rajta. Rajta van. Most repül. Kis lány. Kis csík. Kedves barátaim, köszönjük, hogy eljöttetek, hogy ide is eljöttetek. Alig egy nappal vagyunk túl azon, hogy hírt kaptunk arról, hogy a magyar kormány áruba bocsátotta Magyarország és a magyarok becsületét. Alig tegnap éjszaka vagy ma hajnal óta tudjátok, hogy lesz itt egy demonstráció, és mégis eljöttetek. Eljöttetek, mert úgy gondoljátok, hogy egy hazafinak ilyenkor gondolnia kell, hogyha egy kormány saját nemzetének becsületébe gázol, akkor az igaz hazafiaknak tiltakozniuk kell. Köszönöm még egyszer, hogy itt vagytok, és velünk együtt tiltakoztok. Kedves barátaim, Orbán Viktor és kormánya áruba bocsátotta Magyarország becsületét, a magyar emberek tisztességét. Tette ezt vakon, ostobán, tisztességtelenül és becsület nélkül. Tette ezt úgy, hogy egy szörnyű gyilkost, egy emberi mi voltából kivetkőzött embert, egy olyas valakit, aki képes volt arra, hogy társát, aki ártatlanul alszik egy kollégiumi szobában, éjszaka előre kitervelten és aljas módon lefejezze és megcsonkítsa. Direkt használok kemény szavakat, mert így történt. Ez az ember ma újra szabadlából lehet. Orbán Viktor tehet erről, Orbán Viktor a felelős. Barátaim, ez az ember, ez a baltás gyilkos, most szabadlábon van, kitüntették, nemzeti hős, fizetését megemelték, és otthon országában kárpótolták azért a 8 évért, amit egyébként jogosan, tisztességesen a magyar bíróság ítélete következtében Magyarországon börtönben töltött. Mindezért Orbán Viktor a felelős azért, mert ostoba és buta módon egy erkölcstelen diktátor gondolataival úgy gondolja, hogy még az ördögtől is hajlandó inkább pénzt kérni, még az ördöghöz is hajlandó inkább fordulni, mint hogy normál európai demokrata módjára megegyezzen az Európai Unióval, az IMF-fel, a Nemzetközi Valuta Alappal. Orbán Viktor ezzel elárulta Magyarországot és a magyar emberek becsületét. Barátaim, nem folytatom a felsorolást, hiszen valamennyien ismeritek a történetet. Beszéljünk inkább talán a következményekről, bár ezekbe a következményekbe még talán belegondolni is szörnyű. Először is, mi történik a nemzetközi kapcsolatainkban? Sajnos az elmúlt 2 évben kényszerű módon már hozzászokhattunk ahhoz, ha akartuk, ha nem,
hogy Magyarország és Orbán Viktor kormánya Európa szégyenpadján ül. Már sajnos kényszerűen hozzászoktunk ahhoz, hogy a magyar miniszterelnökkel Nyugat-Európa felelős demokrata vezetői Merkeltől Cameronon át egészen Hollandig csak akkor hajlandóak szóba állni, amikor véletlenül összefutnak vele egy Európai Unió szervezetnek a folyosóján, és az ilyen helyzeteket is megpróbálják inkább elkerülni. Már hozzászokhattunk ahhoz, hogy az európai közvélemény páriaként tekint a magyar kormányra. Most viszont nagyobb a baj. Most még nagyobb a baj. Most már nem csak a demokratikus európai közvélemény, hanem az egész világ páriájává váltunk. Ezzel az üggyel Orbán Viktor egy közép-afrikai 70-es évekbeli diktátor szintjére süllyedt. Magyarország híre most ott van, ahol az azerbajdzsánoké, iraké, vagy akár Észak-Koreáé. Ez megengedhetetlen, ezt Magyarország népe továbbiakban nem tűrheti. Drága barátaim, újfent ott tartunk, ahol tartottunk egy évvel ezelőtt. Velünk van tele a világ sajtó. Megint rólunk írnak. Megint azt látjuk mindenhol, az internetes közösségekben, a Twitteren, a Facebookon, vagy akár csak az írott sajtóban, hogy Magyarország, Európa, de most már talán egész világ szégyene. Orbán Viktor okozza ezt nekünk. Mert ne felejtsétek el, és soha ne engedjétek ezt szem elől hagyni. Orbán Viktor valamennyiünkre szégyent hozott. Hogyha most cinikus akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy az az ember, aki az elmúlt 10 évben képes volt megosztani Magyarországot, aki képes volt, mert ilyen a személyisége, családok tagjait és baráti közösségeket egymással szembefordítani, most először egy egységet hozott létre, egy szégyen közösséget, mert sajnos a külföld szemében most valamennyi magyar bűnös. Higgyétek el, nem úgy néznek, hogy csak a kormány tette ezt, hanem egész Magyarország szégyenének tekinti. Kérdezem én, meddig tűrjük az, barátaim, hogy Orbán Viktor szégyent hozzon egy egész országra, hogy Európa és a világ kitaszítottjává tegyen egy egész tisztességes, becsületes nemzetet. Én azt gondolom, hogy nem tűrhetjük tovább. Tegnap reggel még élt bennünk egy icipici szikra remény, mikor ezekről a hírekről hallhattunk. Még azt gondolhattuk, így utólag nézve naívan, hogy ez bizonyára valamilyen tévedés, valamilyen hiba. Az igazságügyi minisztérium, minden bizonnyal tisztességes köztisztviselői itt valamit elronthattak. Vagy akár Navracsics Tibor igazságügyi miniszter nem volt eléggé körültekintő. Barátaim, ez a reményünk, ez nagyon gyorsan szertefoszlott. Reggel még hihettük ezt, de délután megtudtuk az igazságot, leghitelesebb forrásból, hiszen maguk az azeriek mondták el, hogy titokban egy éve tárgyalnak Orbán Viktor kormányával a baltásgyilkos átadásáról, és végső soron az átadásról a döntés Magyarországon személyesen Orbán Viktor miniszterelnök hozta. Nehéz belegondolni, hogy vajon mi forgott a fejében. Ismervén a saját ambícióit és azt a hatalmas vágyat és lelket, ami belészorult ebbe a kisemberbe, talán azt gondolhatta, hogy ő most egy világhatalom, hatalmas erőtől duzzadó vezére, aki szabadon monopolizik a népek sorsával, aki megteheti, hogy üzletél túszokat cserél. Vajon mi járhatott a fejébe? Hihette azt őszintén egy pillanatig, hogy az a gyilkos, akit otthon már hazájában nemzeti hősként tisztelnek, akinek az elmúlt néhány évben már szobrot akartak állítani, és iskolákat akartak róla elnevezni, és mi ezt tudtuk? Hogy ezt az embert nem fogja azonnal szabad engedni az otthoni kormánya? Dehogy hihette? Minden magyarázat, ami ebbe az irányba indul, az higgyétek el nekem, hazugság, és csak a magyar polgárok félrevezetésére irányul. Az elmúlt 2 évben megtanultuk, hogy a Fidesz engedélyével Magyarországon szabad lopni. Most megtanultuk, hogy a Fidesz engedélyével Magyarországon gyilkolni is szabad. Ennél mélyebbre azt gondolom kormány nem süllyedhet. Adjunk még egy esélyt! A mai napon levelet írtam országgyűlési képviselőként Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Feltettem neki közel 2 tucat kérdést.
Adjunk neki pár napot, hogy válaszolja meg, hogy talán talál egy olyan magyarázatot, legalább egyet, amit elfogadhatónak találunk. Talán abba hagyja a kommunikációs trükköket, és megpróbálja őszintén elmondani Magyarországnak, mi történt. De ahogy naívak voltunk tegnap, azt gondolom, hogy ma már ne legyünk naívak. Nem tudunk bízni abban, hogy Orbán Viktor hihető módon ki tudja magát beszélni ebből a helyzetből. Már nem reménykedem. Ez az üzlet megköttetett, a baltásgyilkos kiszabadult, Magyarország erkölcse pedig romokban hever. Ideje annak, drága barátaim, hogy 2 év tűrése után, hangosabb vagy halkabb passzivitása után végre felálljon ez az ország és kimondja. Orbán Viktor szégyene nem lehet egész Magyarország szégyene. Orbán Viktor szégyene nem lehet valamennyi magyar ember szégyene. Orbán Viktornak mennie kell. Ha hallja a miniszterelnök az elmúlt 2 nap történéseit, akkor lehet, hogy csak legyint. Azt mondja, hogy ez nem érdekes. Minden csoda 3 napig tart. Megpróbálja rajta, ha máshogy nem, a kormányzat kommunikációs gépezetével túltenni magát. De higgyétek el, lassan meg fogja érteni, hogy itt baj van. Lassan meg fogja érteni, hogy ennél többet büntetlenül egy nemzetnek ártani nem lehet. Itt van, drága barátaim, a büntetés, Orbán Viktor el fog menni, ha máskor nem a következő választásokon, mert több kárt a hazának Magyarországon politikus nem okozhat, ezt Magyarország a jövőben egész egyszerűen nem engedheti meg. És ha majd Orbán Viktor elmegy Azerbajdzsánba, hogy az árulásáért felvegye azt a 30 ezüstöt, akkor engedje meg, hogy egy régi magyar közmondást üzenjünk neki. Az árulást sokan szeretik, de az árulót nem szereti senki. És akkor ez a tanulság majd ott legyen vele, amikor ezt az utolsó védelmet is el fogják venni mögülle. Drága barátaim, üzenjük az egész országnak, de mindenekelőtt a miniszterelnöknek, a haza nem eladó, a magyarok becsülete nem eladó, sem 30 ezüst pénzért, sem 3 milliárd euróért. Ilyet nem lehet csinálni, aki ilyet tesz, annak mennie kell. A megölt örmény katona lelke itt kísért velünk, itt kísért egész Magyarországban. Lehet károkat okozni egy országnak gazdaságilag, hogy azt még túléljük. Lehet károkat okozni egy országnak politikájában, hogy azt még nehezen, de túléljük. De egy ország lelkének, erkölcsének ilyen károkat okozni nem lehet. Barátaim, Orbán Viktornak mennie kell. Hogy a felhívásunknak is maradandó emléke is legyen, hoztunk magunkkal gyertyákat, mécseseket. Kérlek, gyertek velem ide oldalra, gyújtsuk meg ezeket a mécseseket, egyrészt a meggyilkolt örmény katona emlékére, másrészt pedig annak reményében, hogy lesz még Magyarországnak tisztességes kormánya, hogy lesz még újra Magyarországon köztársaság. Gyertek velem, gyújtsuk gyertyát közösen! Thank you.
ինչ կարող եմ ասել, հոգեպես շատ խորը ցավում եմ կատարվածի համար, հույսով եմ, որ արդարությունը ինչ-որ մի տեղ կհաղթի, թե Հայաստանում, թե Հունգարիայում, թե ամբողջ աշխարհում, ու ինձ թվում է բավական է արդեն, հայրին այսքան տանջեն ու այսքան անարդարացի դատեն։ Igen, anyukám azt mondta, hogy reméli, hogy egyszer még az igazság felszínre fog kerülni, és meg fogják büntetni a gyilkosokat, ugyanúgy, ahogy 1915-ben az örmény népirtást nem ítélték el, és így most se ítélték el a gyilkost, és ez nem szeretnénk, hogyha ez így sorozatban folytatódna. Csak azért, mert örmények vagyunk, szerintem ezért nem kell minket így megölni. Ez most egy szolidaritási megmozdulás tulajdonképpen Örményországgal ebben az ügyben. Ezt nyilván tudja az édesanyja. Igen, ezt, igen. Erről mi a véleménye? Azt ma hima irán kellem cseban, ne rohocsonál, mert drámaszín nincs ez. De մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ժողովուրդը հայերի կողմն է, որտեղ արդարացիա, ինչ որ կատարվում է, դա կատարվում է կառավարության կողմից. Իսկ ժողովուրդը, հասարակ ժողովուրդը, միշտ էլ մնում է իրար հասկացող, իրար ընդունող, իրար սիրող. Ես չգիտեմ, ինչի այդպես ստացվեց, իսկապես ցավում և ափսոսում եմ կատարվածի համար, որովհետև ես ավելին էի սպասում, ես մտածում էի, ոնց որ հունգար ժողովուրդը, կառավարությունը նույնը կլինի, բայց չստացվեց, պաստորեն դուրս եկավ, որ կառավարությունը անջատված է իր ժողովրդից. Azt mondta anyukám, hogy nagyon jól érti azt, hogy a kormány az most nem a nép akarata szerint cselekedett, és teljesen el van szakadva a kormány a néptől. Teljesen különállóként cselekszik, még meg se kérdezi, hogy magyar embereknek ez hogy esik. Teljesen önálló döntéseket hoz, és ezzel 100 éves vagy annál több barátságokat tud tönkretenni ezzel a felelőtlen lépésével. Néhány nappal ezelőtt még nem gondolta azt, hogy itt fog állni a parlament közelében. Hát mondjuk erre nem gondoltam, és erre a rendezvényre is véletlenül jöttem el, mert valaki fölhívott, hogy lesz egy ilyen rendezvény. Én a magyarországi örményeket képviselem, A-tól Z-ig, tehát mindegy, hogy milyen örmény képviselem. És mi is szervezkedünk, tehát mi is fogunk egy ilyen demonstrációt tartani, de azt péntekre szerveztük, és kedden délutánra szerveztünk egy sajtótájékoztatót. Én személyleg az Országos Örmény Önkormányzat elnök helyettese vagyok, Avanesian Alexnak hívnak, de azt azért hozzáteszem, hogy nagyon sok média keresett meg minket, azzal, hogy azonnal nyilatkozunk. Nyilván lehet azonnal nyilatkozni. Most önnek azt mondta, hogy dokumentum filmet készít, hát akkor ezért nyilatkozom, de mi elhatároztuk, hogy két ember nyilatkozik. Az egyik az elnök, aki a magyar sajtó felé el fogja mondani álláspontját és a két ország közötti diplomáciai kapcsolatokkal lévő kérdéseket. A másik meg én, aki Örményország felé nyilatkozom örmény nyelven. Ezt a helyzetet természetesen meg lehetett volna akadályozni. Én úgy gondolom, hogy a magyar külpolitikának kellett volna egy picit informálódnia arról, hogy végül is kik az örmények. Ugye tudni kell, hogy Örményországban 3,5 millió örmény él, a világon meg 9 millió a határokon túl. Azért ez egy óriási létszám, és nagyon nagy szervezetek vannak akár Amerikában, Franciaországban, Németországban, szóval sorolhatnám a világ összes országát. Azt is tudni kell, és ha megkérdeztek volna minket, elmondtuk volna azt is,
hogy például Amerikában a második legnagyobb örmény, második legnagyobb lobby az az örményeké. Tehát nem véletlenül, hogy Barack Obama is azonnal megnyilatkozott. És azért is hagytuk még odába sajtótájékoztatót, mert úgy gondoljuk, hogy ismerve az örményeket, ez a lavina nem áll meg, mert egyszer elindult, akkor ez végig szalad Európán és az egész világban, csak hát a idő kérdése, időeltolódások és melyik ország örményei hogyan szerveznek. De szeretnék visszatérni a politikai helyzetre. Nyilván a magyar külpolitika egyszer legalább leült volna az örményekkel és információt kér, akkor talán másképpen döntöttek volna. Továbbá hibásnak tartom azt is, hogy a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok nagyon gyengék. Csak megemlítek egy esetet. Egy éve nem tudják az örmény nagykövetet itt Magyarországon fogadni és beiktatni, pedig semmiből nem áll, az egész egy 10 perces művelet, hogy bemegy a köztársasági elnökhöz, átadja a megbízó levelét, kezet fog és viszontlátásra. Egy éve nem tudjuk ezt elintézni. Tehát azért ezek súlyos hibák, konzultációs hibák, lehet, hogy ha ez nem így alakult volna, akkor más lett volna a helyzet. Ettől függetlenül azért még elmondanám azt is, hogy érdekes módon ez az azeri ügy kipattant. Jóval előbb kipattant, mint ahogy ez a magyar sajtóban megjelent. Én körülbelül 10 nappal előbb tudtam, hogy ki fogják adni. A napot nem, természetesen nem, hogy melyik nap, de már tudtam arról, hogy ki fogják adni. Természetesen az országos elnökünket nem fogadták semmilyen szinten itt Magyarországon. Nem, mert hiába írtunk levelet a Navracsics úrnak, vagy a megfelelő államtitkároknak. Úgy éreztük, hogy ezt úgy lesöpörték ezt a kérzést. Nyilván akkor már ezt tudott volt. Ugyanezt jeleztük Örményország felé is, és ez a másik érdekes dolog. Jeleztük Örményország felé, hogy ki fogják adni Szafaromot, ott se hittek ennek. Tehát ott se foglalkoztak vele. Én úgy gondolom, hogy mi a magyarországi örmény közösség részéről mindent megtettünk, hogy ez ne történjen meg, hiszen a baltás gyilkosság óta az örmény önkormányzat végig jelen volt, akár tolmácsként, akár olyan szerepet játszott le végig a bírósági tárgyalásokig. Végig, amíg a szerencsétlen Gurgen Márkárián holttestét hazaszállítottuk Örményországba. Tehát nagyon sok munkát végzett az önkormányzat, és végig figyelemmel kísértük azt a helyzetet, hogy nehogy valami olyan lépés történjen. Hát ez az utolsó évben ez nem sikerült ezt megakadályozni. Ez ugyanolyan, mint Magyarországnál a Trianon, amikor lecsatolták a határait. Ugye ugyanezt történt Örményországban. Sztálin egy tolvonással azt mondta, hogy ez a rész a Azerbajdzsáni, ez a rész Grúziája, az a rész, ha nem tudom kié. Kész. És innentől kezdve egy országot megnegyedeltek, hogy így mondjam. Jogos, hogyha azt elérte az Európai Unió, hogy rendet tudott tenni maga módján Jugoszláviába például, és szét tudta bontani azokat az országokat, visszaadva az önállóságukat ezeknek az országoknak. Nézze, Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia úgy szintén Európához tartozó állam. Miért kell 10 évig húzni ezt a karabahi ügyet? Miért kell 10 évig húzni? Hát el kell fogadni azt, hogy Karabakh olyan Örményországnak, mint Erdély. Természetesen. Karabakhban mindig is csak örmények értek, és hát Sztálin volt, aki 1920-ban, ha jól tudom a dátumot, fogta, és akkor azt mondta, ez a tietek, az a másik terület, a Nakhicseváni rész. Azt is elvették Örményországra, gyakorlatilag megnegyedeltek egy országot. És akkor a két ország konfliktusa, amit ugye az 1988-as szumgaiti mészárlások még csak tetéztek, mert tulajdonképpen a szumgaiti mészárlások is hozzájárultak ahhoz, amikor hirtelen ugye több százezer örmény kellett Bakuból kimenekíteni, hogy megmeneküljenek. Tehát az egy tudatos népírtás, amit nem volt elég, hogy 1915-ben a
török állam elkövette ezt a tudatos népirtást, és akkor Európa szemet hunyt, mert szemet hunytak, mert itt is ugye tartott az első világháború. Most ugye most pedig itt a karabahi háború környékén, hát nem is tudom megfogalmazni önnek, hogy tulajdonképpen nyilván hadi állapotba tartozik. És olyan embereknek, akik már 80 éve ilyen klán családok, mint Alijev és társai, akik uralják az országot, hát mindent megtehetnek. Pénzért minden megvehető.